Tehát számos olyan mozzanata van ennek az egész történetnek, amit attól tartok nem kellő tekintettünk még. Hát talán az egyik legdrámaibb mozzanata, ha már a BKV-t említettem, ezt is mindig el szoktam mondani, az a BKV egy története, mert abból a 3600 forintból annak idején 2400 darab BKV jegyet lehetett vásárolni, hiszen 1,50 volt, ugye dollárban ma is 1,50, csak mivel a fizetésünket nem dollárban kapjuk, ezért ez kicsit beárnyékolja ezt az összefüggést, tehát akkor 2400 darab BKV jegyet lehetett venni az átlag fizetésből, ma nem egész 400 darabot, mert ugye 320 és 128 ezer forint. Tehát ez azt jelenti, hogy eltelt 33 év, és BKV jegyben számolva az átlag fizetés az egy hatodára, nem egész egy hatodára esett vissza. Tehát 33 év elteltével nem hatszorosára nőtt ez a Jereváni rádió, hogy ugye a hír igaz, csak a, ugye így, az ifjabbaknak már ezt magyarázni kellene, a Jereváni rádió egy ilyen jellegzetes vicc volt a 70-es években, hogy azt jelentette a Jereváni rádió, hogy a Vörös téren Mercedeseket osztogatnak. És a hír igaz, jelentett teljesen helytálló a hír, igaz, nem Mercedeseket, hanem moszkvicsokat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, de egyébként a hír teljesen igaz. Tehát itt is körülbelül nagyjából nem sok minden változott a 70-es évek óta. Egyébként a 70-es években számos zseniális vicc, a magyar vicc egyébként is zseniális, a 70-es években számos zseniális vicc született, még azért talán egyet vagy kettőt elmondanék, mert ezek nagyon jól beleillenek a mondandómba. Az egyik úgy hangzott, hogy mi a szocializmus, és az volt rá a válasz, hogy hát a szocializmus nem más, mint a kapitalizmusból a kapitalizmusba a vezető út legkegyetlenebb szakasza. Na most, hogy ki volt az a zseni, aki ezt már 78-ban is ilyen precízen le tudta írni, azt sose fogjuk megtudni, de biztatnék is mindenkit arra, hogy gyűjtsük a magyar vicceket, mert elképesztő filozófiai mélysége van, és elképesztő filozófiai mélységgel írja le azt a szenvedéstörténetet, amit az elmúlt évszázadban átéltünk. És persze volt olyan, majd mindjárt rátérnék arra is, a fizikai testünk állapotára, volt olyan vicc is, amely úgy hangzott, hogy a magyar két vicc is tartozik ide, az egyik, hogy miért nem diszidál a magyar, és az volt rá a válasz, hogy kalandvágyból. Szóval aki kalandokat keres, az természetesen nem kifelé megye, hanem itthol marad. Hát ezt azt hiszem sikerült megint elérni, és végül ami a fizikai testre utal, hogy a magyar értelmiség előtt két út van. Az egyik az alkoholizmus, a másik meg járhatatlan. És bizony azok a folyamatok, amelyek onnantól kezdve lejátszódtak, azok nagy mértékben visszaigazolják ennek a visznek is a mélységes filozófiai igazságát. Tehát a BKV egyre visszatérve, hogyha 33 év alatt meg lehetett velünk tenni azt, hogy egy nem éppen luxus cikkben a BKV egyben számolva a fizetésünk az egy hatodára esett vissza, 33 év elteltével, akkor ez azt jelenti, hogy velünk mindent meg lehet tenni. Akár azt is, ahogy szoktam mondani, hogy mondjuk újabb 33 év elteltével az egész havi fizetés kettő darab BKV jegyet ér, mert a világ és a ország akkori urai majd azt fogják a szemünkbe, hát az egyébben már nem igen, szerencsére, de majd a mai fiatalok szemébe vágni, hogy minek az a nagy pazarlás, hát egy oda, egy vissza, nem elég az a két BKV egy hónapra. Tehát ezt egy olyan néppel újra és újra, ezt kell elverklizni magunknak, ezt egy olyan néppel lehet megcsinálni, amelyik ezt hagyja. A 90-es évek során gyakran hallottuk ezt a kifejezést, hogy Magyarország nagy veszélyben van, mert latinamerikanizálódhat ez a derék jó Magyarország. Ma már megnyugtathatjuk ezeket a liberális szociológusokat, akik többnyire formálisan és keretteljesen ettől védték az országot, mert ezen már rég túl vagyunk, ez Afrika. Tehát a kifosztásnak ez a szintje csak fekete-afrikai országokban fordul elő. Tehát az a valami, amit gazdaságnak nevezünk, két globális végtelenített pénzszivattyúnak van alávetve, és bizony az elmúlt 20-22 év kormányai mindent megtettek annak érdekében, hogy ezek a kérdések tabuként maradjanak meg. Tehát ezek a kérdések érinthetetlenek. Nem csak, hogy nincs népi, össznemzeti ellenállás mindezzel kapcsolatban, hanem éppen ellenkezőleg a mindenkori uralmi elitek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy abcú legyen a neve mindenkinek, aki egyáltalán felmeri vetni ezeket a kérdéseket. És így, lássuk be, így nehéz lesz. Tehát még egyszer mondom, a
És hát talán a legpontosabb, mert amikor megáll a tudomány, akkor jön a költészet, mert a költészet azt is ki tudja fejezni, amit a tudomány soha. Jelenszky István említett Háború a nemzet ellen című filmjében, akik látták, talán emlékeznek rá, mindjárt film elején is felcsendül egy csodálatos dal, egy népdal, ha beütitek a keresőbe, hogy menjél szegény magyar, ez neki a címe, akkor az egész szöveg feljön és döbbenetes, tehát tényleg elképesztő élmény. Ennek azt a részét szeretném idézni, tehát ennek a menjél szegény magyar című népdalnak, amely legalább 300 éves, mert már kurznótaként is énekelték, hogy vezettessed magadat szembekötve vakon, elfajult testvéritül csinált áll utakon. Tehát vezettessed magadat szembekötve vakon, elfajult testvéritül csinált áll utakon. Hát azt hiszem, hogy semmit nem kell hozzátenni, 300 évvel ezelőtt keletkezett, de nagy valószínűséggel az elmúlt 300 év végig ezzel telt el. Most már befejezve, elnézést, kicsit úgy hosszúra nyúlt, amit az állítólag nem is létező, hiszen ezzel kezdtem, hogy olyan, hogy magyar gazdaság nincs is, ehhez képest elnézést, elég sokat beszéltem erről a nem is létező magyar gazdaságról, de talán nem volt egészen felesleges. Röviden azért tekintsük még át a másik két, a gazdaságnál sokkal fontosabb testünket, a fizikai testet, tehát a népesedés és egészségállapotát, illetve a lelki testünket, a lelki, erkölcsi, szellemi talapzatunkat. Ami a népesedést illeti, csak két adat. Az egyik, hogy a Ratkó korszakban, amikor én is születtem, abban az 5 évben teljesen természetes volt, hogy 5 év alatt valamivel több mint 2-szer annyi gyerek született, tehát minden évben leegyszerűsítve 2-szer annyian születtek, mint amennyien meghaltak. Még körülbelül 15 év, és a 2020-as évek második felében, most már ez kikerülhetetlennek látszik, el fogjuk érni azt az állapotot, ahol viszont 2-szer annyian fognak meghalni minden évben, mert nagyjából 70 ezeren születnek, most is már csak 90 ezeren, és 140 ezeren fognak meghalni, mert egy előregedő társadalomban még akkor sem sikerül a halálozások számát csökkenteni, hogyha egyébként a fajlagos mutatók javulnak, de mivel folyamatosan előregszik a társadalom, ezért kikerülhetetlen a halálozások növekedése, tehát valójában 75 év alatt, nagyjából egy emberi élet hossza alatt, 1950 és mondjuk 2025 között, a magyar társadalom véghez viszi a legnagyobb drámát, ami egy emberi közösséggel megtörténhet, hogy helyet cserél benne az élet és a halál. Akkor ugyanis 2-szer annyian születtek, és a 20-as évek második felében 2-szer annyian fognak meghalni, mint amennyien születnek egy évben. Ezt kiegészíti az a sajátos összefüggés, hogyha ezt egy másik történelmi metszetben tekintjük át. 1916 és 1956 között eltelik 40 év, és talán nem kell részletezni, hogy azért mi minden játszódott le 1916 meg 56 között Magyarországon. 2 világháború, Trianon, holokausz, Málenki robot, kitelepítés, betelepítés, minden szörnyűség, diktatúrák, borzalmak, gazdasági világválság, tehát amit csak el lehet képzelni, Trianon maga. És mégis, még az 56-os kivándorlással együtt is, ez alatt a 40 év alatt 2 millióval tudtuk növelni a trianoni országhatárokon, tehát összehasonlítható, tehát a mai országhatárokon belüli népességünket 2 millióval tudtuk növelni, egy ilyen iszonyatokkal terhelt 40 év alatt. 1980 és 2025 között, igaz 45 év telik el, de majdnem ennyi idő, és ez alatt az időszak alatt sajnos várhatóan 2 millióval fog csökkenni a népességünk. Tehát a háború pusztító fegyvereivel, a diktatúrák, Trianon és egyéb iszonyatok pusztító fegyvereivel szemben képesek vagyunk a népességünket még jelentős mértékben növelni is, de a 80-as években már fennálló, legalábbis látszólagos béke, majd demokrácia, meg Európai Uniós tagság és egyéb fegyvereivel szemben úgy látszik védtelenek vagyunk, és bizony ezen sem ártana elgondolkodnunk. Ami a fizikai egészségünket illeti, itt meg azt kell kiemelnem, mert talán ez mond el a legtöbbet arról a viszonyatos pusztításról, jelentős részben önpusztításról is, amit véghez viszünk, mert az az iménti vicc, hogy a magyar értelmiség előtt 2 út van, a egyik az alkoholizmus, a másik meg járhatatlan. Kétségtelen azokban az időkben, 70-es, 80-as években, 15-20 év alatt
körülbelül másfélszeresére növeltük a egyfőre eső alkoholfogyasztást, és 3,5-szeresére az elszívott cigaretta mennyiségét, és ez azóta is rajta hagyja a nyomát ezen a társadalmon. A legsúlyosabb helyzetben, és talán ez sok mindent elárul erről az iszonyú drámáról, a középkorú férfi népesség van, a 35 és 55 év közötti férfiak, akiknek a halálozási mutatói még 1971-ben is az akkori Ausztriával voltak azonosak. Ma nem tévedés, 3-szor annyi, tehát minden évben 3-szor annyi középkorú magyar férfi hal meg, mint Ausztriában. Miközben 71-ben ez a két adat még teljesen azonos volt. Tehát iszonyú dráma játszódik le a fizikai testünket illetően, de a legnagyobb dráma az az, hogy a magyar társadalom teljesen úgy viselkedik, mintha ez az egész dolog nem is vele történne meg. Tehát nem csak átfogó, kérle, nemzetstratégiai válasza nincs erre az iszonyatra, hanem lássuk be, tulajdonképpen a kérdés se nagyon teszi fel. Időnként úgy cöccög, hogy hát azért tényleg, hát azért valamit már, most aztán már tényleg, és úgy kellene csinálni, hogy jó legyen, körülbelül ennyiből. Nyilván ki is merül a tudásunk, időnként még a heti hetes ócska albári módon poénkodik. Ezekkel is nagyjából ennyi a válasza, a kérle nemzetstratégiai válasza a magyar társadalomnak ezekre a folyamatokra, és azt hiszem ez a legnagyobb dráma amellett, hogy ezek önmagukban véve is sok iszonyatot fejeznek ki abból a szenvedés történetből, amelyet az elmúlt évszázadban átél ez a nemzet. És most már a végéhez közeledve, nyilván mindnyájan sejtjük, hogy ennek az egész borzalomnak az alapvető okai a legmélyebb létrétekben, a lelki, erkölcsi, szellemi állapotunkban kereshető és keresendő, és ott is fogjuk megtalálni, ha majd összeszedjük a megvető bátorságunkat, és elkezdünk ott kotorászni. Mert ugyan hol máshol találhatnánk meg egy épp lelkű, épp erkölcsű és épp szellemi képességekkel rendelkező emberi közösség hogyan engedhette volna meg ezt a sok szörnyűséget? Vezettesed magadat szembe kötve vakon, elfajult, testvérittül csináltál utakon. Tehát 300 éve mind a három összetevő jelen van, vezetteted magadat szembe kötve vakon. Elfajult testvérek, persze, az elfajult testvérek mindig jelen vannak, ők azok az uralmi eliten belül, akik ahelyett, hogy szolgálnák a felelősségükre, szakrális felelősségükre bízott közösséget, kiszolgáltatják azt a mindenkor ugrásra kész birodalomnak. Hát az teljesen ugye a nemzetközi helyzet fokozódik, mindig ott van a birodalom, és azt lesi, hogy az elfajult testvérek, a belső kollaboránsok mikor, milyen állapotban van, néha kicsit rásegít, hogy azért minél puhább állapotban legyenek annak érdekében, hogy minél olcsóbban szolgáltassák ki a népüket neki. És hát az a harmadik mozzanat, az elfajult testvérek hamis nyelve. Tehát ugye vezettesed magadat szembe kötve vakon, elfajult testvérítül csinált állutakon, hát azok a hamis magyarázatok, az a hamis nyelv, ami folyamatosan körülvesz minket. Ilyes Gyula ezt drámai módon úgy fogalmazta meg a Egymondatos Zsarnokságtól című versében, hogy eszmélnél, de eszme csak az övé jut eszedbe. Tehát csak a birodalom nyelvén tudja a magyar értelmiség döntő többsége, ezt mi Tamással sok-sok szenvedés közepette értük át, hogy a magyar közgazdászok döntő többsége kizárólag azt a nyelvet beszéli, azt tanulta meg, olyan, mint a Konrád Lorenz kiskacsája, aki kibújik a tojásból, az több mindegy, hogy milyen tárgyat lát meg, anyu, mondja, és akkor az az anyu, vagy egy pot, vagy egy akármicsoda, egy farkaskutya, vagy bármi, akkor az az anyu. Mert ő azt pillantotta meg, és innentől kezdve rácuppan, és akkor csak ez történt. Tehát folyamatosan az elmúlt 40 évben, hát persze nagyon tudatosan előállították ezt a helyzetet, nyilván avatott kezek dolgoznak azon, hogy csak ezt a nyelvet hallja, csak ezt tanulja meg, és kizárólag csak ezen a nyelven értse, és hogy nem, eszmélnél, de ezt, mert csak az övé jut eszedbe, és ennek következtében csupa olyan hamis megoldás, mert ő jó szándékkal talán, de csupa olyan hamis megoldás tudsz elképzelni, ami pontosan a birodalmat szolgálja, és nem a népedet, még akkor is, hogyha egyébként jó szándékkal vagy teli.